Szeretettel köszöntelek, Nyevesi Kriszta vagyok, és ez itt megint egy gerinc tréning kapszula. A térdeddel szeretnék egy picit foglalkozni, és arra kérlek, hogy próbáld ki velem, amit elmondok. Állj fel, és nézd meg, hogy amikor állsz, akkor a térdedet vajon hátra feszíted-e? Mutatom neked, hogy ez miről is szól. Így van hátra feszítve a térdem. Nézd meg, hogy mennyire megváltozott a testtartásom. És így van behajlítva. Először játszunk egy picit vele. Állj meg, és kezd el megtapogatni a combizmodat, hogy feszese, vagy pedig laza. És aztán kezdj el játszani azzal, amit az előbb mutattam, hogy hátra feszíted a térdhajlatot, figyeld, hogy mi változik a combizmodban, illetve figyeld, hogy egyáltalán hátra tudod-e feszíteni a térdedet. Mert hogyha teljesen, úgy mondjuk ezt, hogy hipermobil vagy, tehát, hogy teljesen így éled az életedet, hogy mindig hátra van feszítve, akkor nem fog hátrébb menni. Akkor érzed azt, hogy a combizmod folyamatosan feszül. És amikor én itt állok, lazának kell lenni a combizmaimnak, mert nincsen dolguk, a testtartásért felelős izmaim dolgoznak, az úgynevezett poszturális izmok, és azokban ez igazából nem tartozik bele. És akkor próbáld ki azt, hogy mi van, hogyha behajlítod a térdedet. Ez olyan, mint amikor elkezdesz leülni a kanapéra, vagy egy székre. Akkor megint fogod érezni, hogy ugye ez a négy részből álló combizom, ez aktívan dolgozik. És akkor most próbáljuk ki azt, hogy igazából most megállapítottad, hogy te nagy eséllyel hátra feszíted a térdedet, térdhajlatodat vagy sem. És akkor most próbáljuk ki azt, hogy mi történik akkor, hogyha előre lépsz az egyik lábaddal, és nagyon-nagyon erőteljesen feszítsd hátra mind a két térdhajlatodat, és próbálj meg így lépni. Figyeld meg, hogy mi történik. Azt fogod érezni, hogy a derekad, mintha átmenne egy ilyen pucsítós helyzetbe, tehát a medencét billen előre, és ott lesz egy ilyen blokk, húzza össze a derekadat a hátrafeszítés. És ezt, hogyha te térdhajlat hátrafeszítős testtartással működsz, ezzel éled az életedet, akkor nagy eséllyel ez már alapvetően hozza magával azt, hogy a medencéd az előre felé billen, tehát hogy a testtartásod egy picikét a pucsítós forma. Most próbáld ki azt, hogy lépegetsz előre, úgyhogy egy picit be van hajlítva a térded, és azt fogod érezni, hogy itt is feszül a combod. Tehát teljesen mindegy, hogy túlfeszítéssel vagy behajlítással létezel, hogyha feszesek a combizmaid, akkor folyamatosan egy olyan izommunkának teszed ki magad, ami teljesen felesleges. Tehát erre nem lesz szükséged a járás közben. Tehát, hogyha van kedved, akkor ezzel egy picit próbálkozz, találd meg a térdednél azt az állapotot, amikor se nem behajlítva van, se nem hátrafeszítve, hanem optimálisan, lazán a helyén van. Bizonyos források azt tanítják, hogy igen, a boka, a térd, a csípő, az legyen egymás fölött egy vonalban. Nyilván anatómiailag ez nem biztos, hogy mindenkinél így fog összeállni, de hogyha megnézed magad a tükörben, és ha mondjuk arra van az arcod, ha egy ilyen ívben áll a lábad, akkor az értelemszerűen nem annyira szerencsés. A csontjaink azok erősek, nehezek, arra vannak kitalálva, hogy a súlyunkat megtartsák. Ha egy ilyen hátrafeszített, vagy akár egy behajlított térdes állapotban éled az életedet, akkor az ízületeket fogod jobban terhelni, sokkal kevésbé a csontokat. Úgyhogy ha úgy gondolod, hogy van mit alakítani a térdeden, de nyilván akkor a bokádon, a medencéd állásán, a gerinced ívein is, akkor várlak szeretettel a szenzomotoros gerinc tréningre. Igen, itt van, és akkor itt van Fahé, köszönj te is, és Fahé is itt nagy segítség lesz nekünk a gerinc tréningben, hogy minden a helyére kerüljön. Hívj, hogyha tudok segíteni.